November végén zajlott Budapesten a vízvilág találkozó, erről számolunk be a mai magazinunkban. A háromnapos program az ENSZ tagállamai által korábban elfogadott fenntartható fejlődési program és a párizsi klímacsúcs eredményeire épült. A rendezvényen bajai szakemberek is részt vettek. A témával kapcsolatban stúdiónk vendége volt dr. Tamás Enikő Anna, a Vízépítési és Vízgazdálkodási Intézet igazgatója, és dr. Flejt Ernő, a főiskola rektor helyettese. A találkozón államfők nemzetközi szervezetek képviselői, az üzlet és a tudományos élet szereplői vitatták meg a víz, a szennyvízkezelés és a fenntartható vízgazdálkodás legfontosabb kérdéseit. A bajai főiskoláról önökön kívül az intézmény rektora, a kancellár helyettes és további mérnök tanárok, szakemberek vettek részt. Kinek mi volt a feladata ezen a találkozón, konferencián, milyen fórumokon vettek részt a bajai szakemberek, milyen előadásokat tartottak? Tehát azt kell tudni a rendezvényről, hogy ez a második volt a budapesti vízvilág találkozók sorában, 2013-ban már rendeztek egyet, és ez a mostani, csak úgy, mint az ezt megelőző is, a Áder János köztársasági elnök úr fővédnökségével zajlott, és minket a külügyminisztérium, tehát a magyar külügyminisztérium hát ösztönzött, noszogatott arra, hogy vegyünk részt ezen, és képviseljük a hazai felsőoktatásban a vízipart. És ezért gondoltunk arra, hogy a főiskola egy rendkívül hangsúlyos jelenléttel kell, hogy támogassa ezt a szakkiállítást, illetve vízvilág találkozón történő megjelenést, és kivételes módon a főiskola lehetőséget kapott arra is, hogy 11 néhány diák részt vehessen ingyen a rendezvényen. A megjelenésünket talán a hangsúlyát az is reprezentálja, mutatja, hogy azok az egyetemek és főiskolák, akiknek egyáltalán van valami közük a felsőoktatásban a vízgazdálkodáshoz, a víztechnológiához, azok egy-egy előadást tarthattak, és mi is tulajdonképpen bemutattuk a főiskolán zajló oktatást, az oktatásban az újdonságainkat, amik egyedülállóak Magyarországon, illetve bemutattuk a főiskolán folyó kutatásfejlesztési tevékenységeket, illetve a jövőképünket mindezzel kapcsolatban. Milyen újat tudtak önök mondani, és milyen újdonságot hallottak a három nap alatt? Hát talán ami a felsőoktatást illeti, a duális képzés megjelenése a vízügyi oktatásban az mindenképpen egy bajai unikum, hogy ezzel a képzavarral éljek. Tehát nálunk vezették be ezt először, és úgy tűnik, hogy egy éve zajlik ez, de úgy tűnik, hogy ez sikeres lesz, és bővülni fog a jövőben. Aminek ugye nagyon egyszerű oka van, az égető, sürgető szakemberhiány, akár a települési, akár a területi vízgazdálkodás területén. A viszonylag kevés hallgató, tehát az ország mondjuk így demográfiai korfájának a kedvezőtlen változása, tehát kevés a fiatal. Illetve a harmadik tényező, ami a szakemberhiányt égetővé teszi, az az, hogy viszonylag sok fiatal egyszerűen elvándorol az országból. Ennek ugye bér okai vannak elsősorban. Tehát magyarul a főiskolának az a stratégiai szerepe a magyar vízgazdálkodásban, hogy olyan az országban maradó, friss, fiatal, jó gyakorlati érzékkel megáldott szakembereket neveljen, akik képesek lesznek arra, hogy akár a vízügyi igazgatóságok területén, akár a víziközművállalatok területén képesek legyenek alkotó módon hozzájárulni a valóban égető műszaki problémák megoldásához. És ebben úgy tűnik, hogy elég jól áll a bajai főiskola, hiszen ha megnézzük a mai vízipar szakembergárdáját, 10 magyar hazai szakemberből 3 a bajai ötvös főiskolán végzett. Tehát a 30%-a a ma fungáló, működő szakembereknek az tőlünk kapta a diplomáját. És nagy megelégedésre dolgozik a területi szervezeteknél. És a kérdés másik részét tekintve, milyen fórumokon, milyen előadásokon volt érdemes részt venni, milyen újat hallottak? A vízvilág találkozónak a fenntartható fejlődési célokhoz alkalmazkodva több fórum volt a szakmai tartalmának a szervezeti kerete. Ezen belül volt például az ifjúság számára egy ifjúsági fórum, ahol a fiatalokat leginkább foglalkoztató témakörökkel foglalkoztak. Volt egy úgynevezett civil fórum, ahol a társadalmi szervezetek képviselői ugye nemzetközi szinten megvitathatták
a problémákat. Volt egy tudomány és technika fórum, ahol ugye a legfontosabb, legfrissebb tudományos eredményeket, a kutatási irányokat, illetve a tudományos életnek a legfontosabb nemzetközi szinten is megoldandó problémáit vitatták meg a szakemberek, és volt még egy úgynevezett női fórum, ez egy nagyon érdekes kezdeményezés volt ezen a találkozón, ezen én is részt vettem, meg a tudomány és technika fórumon is. A női fórumnak az elsődleges célja az volt, hogy a világszerte működő különböző műszaki szervezetek, illetve emberi jogi szervezetek képviselői találkoztak ezen a fórumon, ahol a nők szerepét a vízgazdálkodásban elemezték, taglalták. Ugye de annyira világszerte, hogy tényleg akár az afrikai országokból, Amerikai Egyesült Államokból, keleti országokból, Európa szerte mindenhonnan összeszedtek olyan női szakembereket, akik a nemzetközi életben meghatározóak, és egy egész napos tanácskozás volt, tematikus találkozás. Ugye a fenntartható fejlődési célok közül az ötös cél az az esélyegyenlőség megteremtése nemek között, tehát ugye a férfi és női szerepeknek a kiegyenlítődése, illetve a nőknek a hátrányból az egyenlőség felé juttatása ezekben a szerepkörökben, ugye a tudományos életet is beleértve, meg a vezető szerepeket is beleértve, és ugye a hatos cél az pedig a víz, illetve a vízhez való hozzájutás, a biztonságos ivóvíz és ilyen dolgok, és ugye ezt a kettőt hogyan lehet összekombinálni, illetve hát az a megállapítás született a fórumon, hogy természetes módon a nők azok vízgazdálkodók, erre születtek igazából, és hogy ez a vízgazdálkodásnak a megvalósításában milyen olyan szerepeket tudnak fölvállalni, amelyeket esetleg a férfiak nem vagy nehezebben tudnak megoldani, tehát például a családoknak hogy mondjam, az oktatása, a felvilágosítása, a tájékoztatás, hogy hogyan lehet akár kisléptékben, háztartás szinten a vízgazdálkodásnak a céljait akár globális mértékben is befolyásolni, hogyha ez ugye eléggé elterjed a köztudatban, és sikerül ennek a promóciója. És a Tudományos Technika Fórum az megint egy nagyon fontos szakmai fórum volt, ugye inkább a női, az inkább ilyen vízpolitikai jellegű fórum volt. A Tudományos Technikai Fórumon ott sokkal inkább szakmai dolgok hangzottak el, amiközben én egyetlen egy dolgot emelnék ki, ami véleményem szerint Magyarországon is, és a mi számunkra is egy nagyon fontos dolog, az adatokhoz való hozzáférés, és a szabad adatforgalomnak a problémaköre. Ugye rengeteg adatot gyűjtenek, mérnek különböző szervezetek, akár felsőoktatási intézmények, kutatóintézmények, operatív szervezetek világszerte, és ezeknek az adatbázisba foglalása és a nagy közönség számára, tudományos kutatás számára elérhetővé tétele, ez mindenhol probléma, hogy úgy mondjam, hogy nincs megoldva, nincsen meg az átjárhatóság, esetleg az ingyenes adathozzáférésnek a lehetősége, és erről három előadás is szólt ezen a fórumon, aminek végül is ez volt az egyik fő konklúziója, hogy ez egy nagyon fontos megoldandó probléma a világban. Csak egy kiegészítő gondolatot, ha megengednek igazgatónő, első gondolat csokrához kapcsolódóan, tehát Magyarországon, hála a jó Istennek, szinte nem is tudjuk értelmezni ezt a kifejezést, hogy a vízhez való hozzáférés joga. Tehát itt kinyitja az ember a csapot és folyik. Most a szubszaharai Afrikában, ugye ne felejtsük el, ez egy globális vízvilág találkozó volt, a szubszaharai Afrikában egy átlagos családanya az átlagosan naponta 5-6 órát tölt azzal, hogy oda megy a folyópartra és visszamegy a falujába a folyóparttól. És akkor egy ilyen 50 literes hordóba, vagy 30 literes hordóba viszi a vizet evésre, ivásra, mosdásra. Tehát vannak olyan helyek, ahol ez igenis egy politikai kérdés, hogy a munkaidejének, vagy az életidejének egy tetemes hányadát vízgyűjtéssel, vízszállítással kell, hogy töltsék az emberek. Mert föl sem merül, hogy legyen egy vezetékes vízhálózat, hogy ezt karban tartsa valaki, és elektromos energiával el tudja látni. Tehát ezek olyan feszítő kérdések, főleg a Dél-Kelet-Ázsiában és Afrikában, amelyeket, ha nem oldanak meg az elkövetkezendő negyed évszázadban vagy 50 évben, akkor nagyon súlyos migrációs válságok robbanhatnak ki, mint ahogy már látjuk a szélén, hogy ezek meg is történnek, illetve háborúk törnek ki a víz birtoklásáért. Ezek mellett, amiket említettek, nyilván elhangzottak még más kulcsszavak is, mint például a klímaváltozás, az idő rövidségére való tekintete. Mit emeljünk még ki ezek közül, a fontos gondolatok közül?
Talán ami minket jobban érint, az a vízbiztonság kérdésköre, tehát ami egyre növekvő hangsúlyt kap, és itt nem csak a terrorfenyegetettségre, tehát a kritikus infrastruktúrák terrorfenyegetettségére lehet gondolni, hanem arra is, hogy a víz az olyan értelemben egy különleges szolgáltatás, és ezért is nevezik a vízellátást kritikus infrastruktúra elemnek, hogy hasonlóan az elektromos áramhoz, meg még egy-két dologhoz, 7/24-ben, tehát a nap minden órájában és a hét minden napján folyamatosan rendelkezésre kell állnia. Már egy 2-3 órás vízhiány is, ugye, amit ki kell plakátolni, stb. Már az is kényelmetlenségeket okoz. Tehát ezt, hogy ez hogyan lehet fenntartható módon, nevezetesen megfizethető módon biztosítani ma Magyarországon, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert nyilvánvalóan nekünk, mint egy viszonylag alacsony jövedelmű szintű, alacsony technológiákat megfizetni bíró országnak, és ebben nem vagyunk egyedül, a közép-kelet-európai régió ugyanebben a cipőben jár, nálunk vannak még Európában is sokkal rosszabb helyzetben levő országok, nem is beszélve az úgynevezett eufemisztikusan fejlődő világnak mondott térség országairól, ahol még ennél is alacsonyabb szintű technológiákat kell bevetni a vízbiztonság javítása érdekében. Itt az a kérdés, hogy ugye mi nem alkalmazhatjuk a vízbiztonság megőrzése vagy fenntartása érdekében azokat a technológiákat, amiket például Japánban alkalmaznak, vagy az Egyesült Államokban, vagy Szingapúrban, mert nem vagyunk hozzá elegendően gazdagok. És Japán, Szingapúr, meg az Egyesült Államok nem is mutat érdeklődést, nem is áll érdekében, hogy fejlesszen olyan technológiákat, amivel ez a vízbiztonság fenntartható. Ez csak nekünk áll érdekünkben, magyarul, és ez megint a vízvilág találkozóra kanyarodik vissza, hogy nekünk kell azokat a regionális partnereket megkeresni, akár az oktatásban, akár a kutatásban, akikkel közösek a problémáink, és közösek a nagyjából a nemzeti össztermék szintjeink. Mert ők hasonló cipőbe járnak mind, és erre nagyon jó példákkal tudnék szolgálni, hogy kikkel beszélgettünk, és ilyenkor mindig az eszembe jut, hogy na megint újra megalakítottuk az osztrák-magyar monarchiát, hiszen az osztrákokkal, a lengyelek, mondjuk a lengyelek nem voltak tagjai, de a szlovákokkal, a románokkal, a horvátokkal, a szerbekkel szinte csatra közösek a gondjaink a vízellátás biztonsága tekintetében. Részben megelőzte a következő kérdésemet, hogy akár háborúk is kitörhetnek a víz miatt, hiszen vízre van szüksége az, hogy ruha legyen rajtunk, hogy autót vezessünk, hogy házakat építsünk, hogy globális szinten milyen gondolatok fogalmazódtak meg ott Pesten, ugye itt most az afrikai példát említette, egyébként még mi hangzott el globális szinten ezzel kapcsolatban. Tehát a vízvilág találkozónak a jelmondata volt a víz összeköt, tehát igazán ennek a jegyében zajlott ez az egész. Tehát az, hogy a vizekkel való gazdálkodásnak a problémái, azok ne konfliktusokat szüljenek, hanem együttműködéseket, és igazából ez volt a legsúlyosabb és legfontosabb üzenet. Ugye ennek jegyében próbáltunk mi is ott a résztvevő, többi résztvevővel, illetve külföldi kollégáinkkal új együttműködéseket kidolgozni, illetve régebbi meglévő partnereinkkel is. Ugye viszonylag ritkán sikerül személyesen találkozni, és új gondolatokat esetleg kiötleni. Nagyon ennek jegyében zajlott egy kicsit az is, hogy egy innovációs versenyt is meghirdettek a világ találkozón, ahol magyar győztest hirdettek, ennek nagyon örültünk, illetve felsőoktatási diákok számára is volt lehetőség a tudományos munkáiknak a bemutatására. Sajnos ez nem a jövő, és nem feltételes mód. Jelenleg zajlanak háborúk a víz birtoklásáért. Nevesíthető a Jordán folyó, a bolgár-görög határon egy folyóért rendszeresen kirobbannak kisebb-nagyobb fegyveres csetepaték, de nem csak ilyenekre kell gondolni, a magyar példákra is. 2000, a tiszai cianid katasztrófa, ugye ez egy tipikusan határokon áthaladó regionális környezeti katasztrófa volt. Az egy probléma volt a román-magyar viszonyban, és itt a gős-bős nagymarosi vízlépcső megépítése évtizedekre nyomot hagyott a szlovák-magyar viszonyban. Igaz? Tehát a Vörösiszap katasztrófa, ami tőlünk eredt, és aztán a Dunán keresztül elérte Szerbiát, Horvátországot. Nem okozott persze olyan látványos környezeti katasztrófát, mint a cianid. Tehát a határon átterjedő szennyezések, amik a vizekkel terjednek, azok igenis szinte, nem, hála Istennek, nem mindennapos problémát okoznak, de minden esetre, és ez megint a vízvilágtalak, fölhívják a figyelmet a regionális és a vízgyűjtő szintű együttműködés, nemhogy a lehetőségére, hanem a kötelező mi voltára. Tehát hiába teszem föl, Ausztria eminensen megtisztítja a szennyvizeit, ha a magyarok nem tisztítják meg, akkor a Fekete-tengert érő terhelések összességében nem csökkennek annyival, mint ahogy kellene, hogy csökkenjenek.
hogyha, és így tovább. Tehát ezek a határon átnyúló szennyezések, ezek igenis olyan nemzetközi léptékben megoldásra váró problémák, amelyek Európában is feszítőek. Bajával kapcsolatban van-e okunk aggódni? Illetve mikor lesz okunk aggódni? Tehát holnap még ki tudom nyitni a csapot, de a gyerekem, unokám esetleg ki tudja nyitni úgy a csapot, hogy folyik belőle a tiszta víz. Vagy az árvizekre is gondolhatunk egyébként. Attól függ, tehát, hogy az árvizekre gondolunk, akkor ezt, hogy mikor van okunk aggódni, ezt nem tudjuk megmondani. Hát, hogyha nagyon pontosan szeretnék fogalmazni, akkor egy minden eddigit meghaladó árhullám a Dunán igazából bármikor kialakulhat. Hát ezt nyilván vannak bizonyos számítások, statisztikailag körülbelül milyen időközönként várható egy-egy olyan esemény, ami mondjuk már védekezésre ad okot, és elrendelik a védelmi fokozatokat, és tényleges beavatkozásra van szükség. De ugye ez mindig benne van a hidrológiában, a Duna egy szélsőséges vízjárású vízfolyás, tehát igazából akármikor történhet egy olyan nagy csapadéktevékenység a vízütő területen, ami egy minden eddigit meghaladó árhullámot okoz. Tehát erre nem tudunk igazából idézőjelben mondom felkészülni. Persze fel tudunk készülni, mert hiszen egy bizonyos valószínűséggel bekövetkező ilyen jellegű problémát, azt nyilván vízügyi szakemberek előre tervezhetően ki tudnak védeni. Tehát ugye a nagyvízi, az árvizek elleni védekezésnek egy nagyon fontos része magának annak a védelmi műrendszernek a fenntartása, karbantartása, amit a vízigazgatóságok kezelnek, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez világszínvonalú nálunk Magyarországon, tehát ebből a szempontból nem kell félnünk. A probléma maga az az, akár hidrológiai, tehát vízmennyiségi tekintetben, vagy vízmennyiségi tekintetben is, hogy ez a Duna már nem az a Duna, ami mondjuk a két világháború között volt, vagy a múlt század elején volt. Tehát picit a statisztikája is megváltoznak, a gyakorisága az árvizeknek, az árvízi magasságok is változnak, de ami még fontosabb az én szakmai szempontomból, hogy a vízminősége is változott, és változásban van. Vannak jó hírek ezzel kapcsolatban, meg rossz hírek. A jó hír az, hogy lényegesen látványosan javult a Duna vízminősége. Magyarul Baja lesz az utolsó város, aki el fog esni vízminőségi oldalról Magyarországon, mert itt a Duna azért ez egy hatalmas folyó, és Baját annyira, tehát annyira el tudja látni ivóvízzel a parti, saját parti szűrésű vízbázisa, hogy itt vízhiányról gyakorlatilag biztosan nem fogunk beszélgetni. De ami viszont a vízminőségi oldalról fenyegető lehet, az új, eddig még nem látott szennyezőanyagok megjelenése a vizekben, és a globális klímaváltozás kapcsán pedig esetleg új mikrobiológiai, nem csak Baján, egész közép-kelet-európai térségben, új mikrobiológiai kockázatok megjelenése. Tehát megjelenhetnek olyan betegségek, amik korábban csak mondjuk a mediterrán térségre voltak jellemzőek. Mert melegszik az éghajlat, melegszik a Duna. Az elmúlt 100 évben az éves átlaghőmérséklet Dunának kereken 1 Celsius fokkal emelkedett, és még ennél is többet emelkedett az augusztusi középhőmérséklet. Tehát változásban van a folyó. A természeti jelenséget, így a dunai vízjárást, a dunai vízminőséget, azt nem tudjuk megváltoztatni. Ahhoz egyetlen egyet tudunk csinálni, és ez is tulajdonképpen a fenntartható célok között szerepel, alkalmazkodik hozzá a technológia, alkalmazkodik hozzá a társadalom. Egy példát mondva, tehát a parti szűrés, ami egy parti szűrésű technológia, amivel egy évszázada tudunk biztonságosan ivóvizet termelni, nagy mennyiségben is és olcsón, azt adaptálni kell, alkalmazkodnia kell a megváltozott Dunához. Ezen dolgozunk a főiskolán, egy nagy Európai Uniós kutatásfejlesztési projekt keretében vizsgáljuk azokat a kiegészítő technológiákat, amelyekkel a parti szűrést majd ki kell egészíteni 10-20-30 év múlva, hogy biztonságos ivóvíze legyen. Nem csak ennek a városnak, hanem egész Európának. Ez egyébként Magyarországon ez a probléma 2,4, vagy ez a potenciális probléma 2,4 millió embert érint, Európában pedig 40 millió embert. Elnök úr meglátogatta a kiállító standunkat, ahol ugye a diákjaink, tanárjaink is szeretettel fogadták, és nagyon kedvesen megkérdezte, hogy hogy mennek a dolgaink, milyenek a jövőképünk, alakul-e a duális képzés. Tehát képbe volt a főiskolával kapcsolatban, amit egyébként ugye hagyományosan jók a kapcsolataink az elnök úr hivatalával is, és ők is hát az erejükhez képest ugye egy kis hátszelet igyekeznek adni az itteni képzésnek, hiszen a gyakorlati képzés tekintve ez egy egyedülálló képzés ma Magyarországon, és valószínűleg azt lehet mondani, hogy a Kárpát-medencében is egy példaértékű új
oktatási irány, amit mi felvállaltunk egy évvel ezelőtt. Az egyes emberek, illetve a háztartások mit tehetnek azért, hogy tiszta vízünk legyen a jövőben is, és azon kívül, hogy közhelyeket tudunk emlegetni, mivel lehetne még kiegészíteni, tehát hogy nem belőlünk a kádba, televízzel, tehát kádba, hanem zuhanyozzunk meg, esetleg a fürdővízzel öntjük le a WC-t, mit csináljunk még? Tehát mindenképpen a háztartásokban a víztakarékos technológiák bevezetése, nem ördöngösségekre kell gondolni, csak olyan WC-k, olyan toaletteket kell, vízöblítéses toaletteket vásárolni, üzembe helyezni, átalakítani, amelyek nem 8-10 literrel, hanem 2-3 literrel képesek leöblíteni a toaletteket, fogmosás közben, szakálvágás közben, tehát minden eszközzel víztakarékosság. Ez a ivóvíz oldalról. Szennyvíz oldalról pedig ugye nem, sokan elfelejtik, és sajnos és érdekes módon nem tanítják az általános iskolában. Nem kerülhet be akármi a szennyvíz áramban. Tehát vannak olyan világszintű törekvések, hogy igenis a szennyvíz áramban is valósítsuk meg a szelektív hulladékgyűjtést. Tehát a vizeletet, az ürüléket, a szürke szennyvizeket, azt külön-külön gyűjtsük. Már nem, most nem ma kezdjük ezt el, csak mondom, hogy vannak olyan technológiai fejlesztések, például Nyugat-Európa számos közintézményében már olyan van, hogy a vizeletet és az ürüléket az külön vonalon szállítják el a szennyvíztisztító telepekre, ilyen cső a csőben technológiával. De csináljunk az étolajjal. Igen, tehát mondjuk étolajat nem, a konyhamalac az nem jó, ugye mert az belekerül megint egy csomó olyan szilárd darabos szennyezés a szennyvízbe, ami pénzbe kerül eltávolítani. A nejlonharisnya az például az ős ellensége a szennyvíznek. Tehát nem azt kell beletenni, ami belefér, hanem az, ami oda való. Tehát a folyékony háztartási hulladékot. De amit ki lehet venni abból a hulladékáramból, nagyon jó példa az étolaj, azt vigyük el a legközelebbi gyűjtőpontra, a MOL-kútra, a szelektív hulladék gyűjtőpontra, és így tovább. A környezetvédelem oldaláról pedig azt rendkívül fontos, de ez megint több generációt igénylő átmenet, a vízparton nem szemetelünk. Ha találunk szemetet, összeszedjük. Nem pöcköljük bele a csikket a vízbe, mert 5 év alatt bomlik le. Az használt elemeket nem dobjuk bele a folyóba, mert múlhatatlan nagy károkat tudunk okozni a nehéz fémszennyezésekkel. Tehát pici, apró szennyezésekkel, amik picinek látszanak, nagyon nagy vízterületeket tudunk évszázadokra elszennyezni. Tehát oda kell figyelni, ha vízen vagyunk, ha csónakozunk, ha kajakozunk. Nem szétdobálni, hazavinni, elvinni a kukába. Tehát ilyen apróságok semmiben nem kerülnek, csak egy attitűdöt, egy környezettudatos attitűdöt kell, hogy tükrözzenek. Na ehhez kellenek évtizedek, amik ez kialakul, és egyszerűen kilöki a társadalom a testéből azt, aki nem így viselkedik, mint ahogy elmegy az ember Ausztriába, Németországba, vagy Kanadába, ott elképzelhetetlen, hogy valaki szemetet hagyjon maga után a vízparton, vagy beledobjon egy szemét, egy nejlon zacskót a vízbe. Elképzelhetetlen. Magyarországon sajnos menjünk csak ki egy áradásokkor a folyópartra, egy petpalack hegyek úsznak a folyón, akár a Tiszán, akár a Dunán, sajnos. Az igazság, hogy itt lehetne esetleg visszautalni a vízvilág találkozóra, és azon belül is a női fórumra, mert pont ezek azok a dolgok, amelyeknél a nőknek a szerepe felértékelődik, hiszen ezeket a dolgokat nem a felső oktatásban és nem felnőtt korában sajátítja el a legegyszerűbben az ember, hanem akár már a családban, illetve kisgyerekkorában, ha már a neveltetése olyan, hogy ezeket a dolgokat természetesnek veszi, és nem kényszernek. A nagy ipari cégeknek előírtak-e szabályokat, megfogalmazottak-e ilyen célok ezen a világtalálkozón, hogy milyen módon lehet visszaengedni az elhasznált vizet a folyókba? Nem, a konferencia ilyen környezetvédelmi határértékeket nyilván nem fogalmazott meg, azokat a módszereket határozta meg, amelyekkel regionálisan, tehát mondjuk az Európai Unióban egy törvényes nyomást tudnak gyakorolni a nagy szennyezőkre, de hozzáteszem, hogy egy picit talán pont ez a társadalmi attitűd olyan értelemben megváltozott, hogy egy igazán szennyező vállalat az egyszerűen nem tud megélni. Egyszerűen, mert a tőzsdei értéke, ha kiderül róla, hogy ő egy gyilkos anyagokat egy folyóba bocsájt be, akár még ha csak egy katasztrófa kapcsán is, akkor annak a részvénypiaci ára azonnal zuhanni kezd. Tehát rá vannak kényszerítve, hogy zöldek legyenek, elegenden zöldek, és mindenben megfeleljenek a környezetvédelmi elvárásoknak. Ha nem, akkor egyszerűen mint piaci szereplők megszűnnek létezni. Tehát ilyen értelemben én sokkal erősebbnek érzem a gazdasági nyomást, vagy a társadalmi nyomást, mint a jogszabályi kikényszerítést. Tehát azoknak nyilván meg is kell felelni. De
ugye a hazánkban is, meg az Európai Uniós országokban mindenütt az igazán veszélyes anyagokkal operáló, vagy azokat gyártó vállalatokra nagyon szigorú ilyen integrált szennyezés kezelési és megelőzési irányelv van érvényben, amit a hazai hatóságok is nagyon szigorúan bevasalnak a vállalatokon. Társadalmi felelősségvállalási programok keretében ugye egyre több vállalat Magyarországon is a környezetvédelem felé fordul, és ezek a CSR szervezetek tömörítenek is egy csomó olyan vállalatot most már Magyarországon, akiknek ez a profiljuk, tehát úgymond idézőjelben a zöldítés, tehát jó értelembe véve a vállalatoknak a zöldítésével szervezetten is foglalkoznak. Mm-hmm. Mit gondolnak, hogy ez a találkozó elérte a célját, nevezetesen azt, hogy a globális kockázatok helyett a víz az együttműködés és a fejlődés forrása legyen? Ráléptek a résztvevő felek erre az útra? Hát feltétlenül ráléptek, tudni, hogy nem is volt nagyon más választásuk, mint nem rálépni erre az útra. De ami szerintem számomra az igazán novumot jelentette, annak a felismerése, nagyon helyesen, hogy a vízzel kapcsolatos problémák megoldásának a gyökere, az elsősorban ma már nem műszaki technológiai kérdés. Tehát nem kell föltalálni semmit, hát nyilván föl fogunk találni egy-két dolgot, de hanem inkább egy intézményi kérdés. Tehát ez egy policy, tehát milyen törvényekkel, milyen intézményrendszerekkel, hogyan lehet ezeket a bizonyos fenntartható fejlődési célokat megvalósítani. Ez országunként vagy régiónként más és más lehet, hogy hogyan tudjuk arra ösztönözni az embereket, a vállalatokat, hogy kevesebb vízzel állítsanak elő 1 kiló krumplit, vagy egy kiló Toyota autót, vagy stb. Tehát ezek határozottan vannak ilyen számítások már, de hogy ezt hogyan, milyen közvetlen vagy közvetett eszközökkel tudja egy kormányzás elérni, tehát most még egyszer nem egy politikai értelemben vett kormányzásra gondolok, hanem egy intézményrendszerre, egy nemzeti vagy a fölötti intézményrendszerre, ami finoman tudja hangolni úgy a szabályozókat, hogy ezek a fenntartható fejlődési célok a belátható jövőn belül megvalósuljanak. Mert más választás nincs, ha nem valósulnak meg, nagyon nagy bajok lesznek mindenütt a világon. Ez a 2016-os világtalálkozó egy olyan konferencia volt, amely a vízzel kapcsolatos célkitűzések kapcsán összegzi az eddigi eredményeket, és hozzájárulhat a következő 15 év teendőinek a kijelöléséhez. Tehát önöknek, a bajai szakembereknek milyen dolguk lesz ettől kezdve? Milyen feladatot kaptak, tűzte ki célul? A következő 15 évre gondolunk, ugye? Én azt hiszem, hogy elsősorban az eddig is megkezdett képzési tevékenységnek a legalább olyan színvonalon való folytatása a legfontosabb feladatunk az elkövetkezendő 15 évben is. Ugye a vízgazdálkodásban Magyarországon én azt hiszem, hogy most már közismert, hogy elég nagy a szakemberhiány, és ezt a szakemberhiányt viszonylag kevés felsőoktatási intézményben végzett hallgatók képesek olyan színvonalon pótolni, ahogy ezt a cégek és a vízügyi igazgatóságok elvárnák. Tehát én szerintem nagyon fontos szerep hárul a bajai főiskolán zajló mérnökképzése, abban, hogy az utánpótlást a hazai és akár talán a Kárpát-medencei vízgazdálkodás számára következő 15 évben megfelelő szinten és színvonalon kitermelje. Ugye ebben kapcsolatban nekünk képzésfejlesztési tevékenységeink és feladataink vannak, és lesznek is a jövőben. Tehát elsősorban az, hogy lépést tartsunk azzal a technológiai fejlődéssel, ami kísér bennünket, ne maradjunk attól le, hogy mindig azon a színvonalon és azon a technológiai fejlettségi szinten tudjunk képezni, ahogy ugye a gyakorlat ezt elvárja. Tehát mi mindig büszkék voltunk arra, és szeretnénk, hogy ez a jövőben is így lenne, hogy a tőlünk kikerülő szakember az azonnal használható legyen. Tehát ne kelljen ő neki még a vállalatnál 2 évig betanulni, vagy a vízügyi igazgatóságnál abban a munkakörben, amelyet majd végezni fog, hanem abban a pillanatban, ahogy oda kerül, ő mindjárt alkalmazható legyen azokra a feladatokra, amiket úgymond élesben rábíznak a főnökei. Még az előzőhöz kapcsolódva, hadd mondjak valamit, tehát hogy a feladatokat nem kaptunk, tehát a feladatokat mi saját magunknak találjuk ki, magunknak keresünk. Jelesül a kutatásfejlesztési feladatok közül emelném ki, az egyik távlatosabb, tehát mondjuk 3-5 évre szóló célunkat, hogy fejleszteni fogunk energiasemleges szennyvíztisztító telepet. Tehát olyan szennyvíztisztító telepet, amibe nem kell belepumpálni egyetlen kilovattóra energiát sem, hanem ami saját magát eltartja. Ugye ez egy nagyon fontos cél,
hogy a környezetminőség megőrzése mellett, a szennyvíztisztás fenntartása mellett lehetőség szerint maga a szennyvíztelep ne generáljon plusz széndioxidot, ugye az energiánál, elektromos áram fogyasztás folytán, mert azzal ugye a működéssel megvédjük a hidroszférát, a vízi környezetet, de szennyezzük az atmoszférát. Tehát valahol egy balanszot, egy egyensúlyt szeretnénk megtalálni. Tehát energiasemleges szennyvíztisztó telepek irányába fogunk kutatásokat elindítani. Elégedettek ezzel a 3 nappal? Eredményes volt ez a konferencia, a bajai szakemberek, amikor összedugták utána a fejüket, akkor mit beszéltek egymás között? Bennem abszolút pozitív reményeket keltett, és jó képet, tehát nekünk úgy érzem, hogy mi a helyünkön vagyunk, mi egy kulcspozíciót töltünk be, mint a felsőoktatási intézmény hazánk, a hazai viszonylatban. Nagyon jók és épülőben vannak a Kárpát-medencei, monarchiabeli viszonyaink, de ez a konferencia vagy vízvilág találkozó egyben arra is lehetőséget adott, hogy számos olyan kulcsfontosságú vállalatvezetővel találkozzunk, intézményvezetővel, akikkel távlatosan, hosszú távú együttműködést szeretnénk kialakítani, és nyitottak erre, hogy Baját támogassák, Bajával együtt új projekteket, új irányvonalakat dolgozzanak ki. Sok sikert kívánunk a munkájukhoz, és köszönjük, hogy bejöttek, és mindezt elmondták. Köszönjük a lehetőséget. Kedves nézőink, műsorunk végéhez értünk, köszönjük a figyelmüket. Ezt a beszélgetést visszanézhetik a Bajai Televízió honlapján és a YouTube oldalon is. Új adással pedig legközelebb február 3-án pénteken jelentkezünk. További szép estét kívánok, a viszontlátásra!